Na, elindult a fölvétel, elindult a fölvétel! Peace, béke, humvótál, gyerekek, sziasztok, sziasztok, Edwin Tarján, peace, béke, üdvözöllek, ha humvótál, gyerekek. Na, megint jöttem egy kicsit sírni, ríni amúgy, meg amúgy örömködni. Szóval az van, gyerekek, hogy hát így a YouTube-on nem nagyon szaporodnak a feliratkozások, az az igazság. Viszont a TikTokon, gyerekek, olyan szinten berobbantak a dolgok, hogy hát így mindenki kérne tőlem így rappet. Aztán, ahogy mondtam is már az előző három videóba, ezt egyszerűen, gyerekek, nem győzöm. Norbi Nógrádi, peace, béke, téged is üdvözöllek. Ha húvócsá. Na, szóval, gyerekek, abszolút nem győzöm, aztán már tényleg ilyen sírófejek, meg minden, én már 100-szor írtam, én már 200-szor írtam, hogy rappeljél a nevemmel. Szóval, gyerekek, komment özön van, 5 másodperc nincs, komolyan mondom, gyerekek, 5 másodperc nincs, hogy ne jöjjön valami üzenet a TikTokon. Folyamatosan jönnek, gyerekek. És tegnap este átléptük a 10 000 követőt. Igazából az az igazság, hogy tegnap este 8 óra körül léptük át a 10 000 követőt a TikTokon, vagyis a csatornám, és reggelre már megint 500 ember feliratkozott, most az az igazság, Péter Nagy is itt van, peace, békát, hú, volt. Na, szóval az van, hogy gyerekek, most megint már mai nap folyamán 800 ember feliratkozott, és rengeteg komment van, próbálok itt csinálgatni igazából rappeket, de az van, Ózdon tesa. Na, szóval az van, hogy próbálok itt csinálgatni ilyen rappeket, vagyis hát rapnek se nevezném, inkább igazából ez ilyen paródia történet, vagy ilyen, nem is tudom, ilyen, minek nevezzem ezt az egészet, amit így elkezdtem a TikTokon, gyerekek, de az az igazság, hogy így nagyon berobbant ez az egész. Úgyhogy ennek örülök is, de viszont túl is terhel, az az igazság, hogy túl is terhel, mert nagyon sokan eléggé erőszakosan követelőznek igazából, meg így manipulálnak, zsarolnak, meg minden ilyen kommentekkel, úgyhogy nagyon nehezen boldogulok ebben a TikTok történettel, viszont nagyon-nagyon örülök a rengeteg követőnek, meg hát az igazság, hogy 140 ezer, már lassan 140 ezer like van így a, hát a videóimra, az pedig szerintem azért eléggé sok. 8-an vagyunk. Most hogy nem ír senki, ha hú voltatok, gyerekök. Na, úgyhogy az van, hogy néha ide, gyerekek, fel kell, hogy lépjek, hogy itt live-ozzak, mert hát ez a, igazából ez biztonságosabb közeg számomra, mert már voltak live-ok a TikTokon is, amúgy ott is kövessetek be, hogyha gondoljátok. Adam Mobil 83 néven vagyok fent. És ott is szoktunk live-ozni. Igazából ez eddig úgy volt, hogy így a Szabinával live-oztunk, így javarészt. Hát még egy olyan 2-3 live volt, de pillanatokon belül ilyen 50-54-en voltak, már aztán ki is kapcsoltam a live-ot, mert nem akartam ilyen nagyon-nagyon durva, erős live-ot, amiben több százan vannak, de szerintem lettek volna amúgy rövid időn belül. Úgyhogy most már így azért szoktunk így esténként live-ozni így a TikTokon is, az az igazság. Úgyhogy mostanában így a YouTube csatornát igazából eléggé elhanyagoltam, mert nem nagyon vannak feliratkozók se igazából, meg a másik dolog meg nem is az, hogy nincsenek feliratkozók, mert eddig is csináltam, mikor nem volt sok feliratkozó, ugye a YouTube-ozást. Gazsó Nikolett, pizbéke, téged is üdvözöllek, hogy az, akkor is csináltam, László Farkas is itt van, Farkas Laci, pizbéke neked is. Szóval eddig is csináltam, mikor nem is volt, ha nem is volt sok feliratkozóm, akkor is csináltam ezt a YouTube videózást, de mostanában teljesen lefoglal ez a TikTok, gyerekek, úgyhogy egy kicsit ilyen TikTok megszállottá lettem. Ilyen TikTok megszállott vagyok most már, az igazság. Ja, amúgy igen, tényleg az itthoni dolgokról, most anyu is ilyen javuló tendenciában van, úgy nagyjából rendben vannak a dolgok, úgy, ahogy lezajlott a karácsony, aránylag nyugiba, gyerekek, úgyhogy most örülök így, nagyjából rendben vannak a dolgok, majd melót kell, hogy találjak, ugye, hát, de valószínű, hogy ez már csak januárban fog megvalósulni, addig valahogy kibekkelek, éppen cigim van, kaján van, meg ilyenek, úgyhogy ezzel nincsen gond, meg azért így kapok segítségeket is, mindegy, hogy milyen csatornákon keresztül, de azért így kajám szokott lenni, meg minden igazából.
kaptunk tűzelő anyagot is, nyolc mázsa szenet, Pizbéke Varga Zoli, téged is üdvözöllek. Ja, úgyhogy tüzelő is van, be van itt röccsintve a kályhába, most vágtam fát, ilyen. Hát, de gyerekek, nem egy olyan nagyon best of ez a szén, de azért így fával együtt elmegy, úgyhogy nagyjából meleg is van. Hát így az az igazság, hogy a elektromos melegítők, amiket használtam ilyen póttüzelésre, úgymond, ameddig nem melegszik be a kályha, az mind a kettő sajnos beszart, és hát most már csak így ez a nagy kályha van, Gusztáva, legend, Pizbéke, üdvözöllek téged is, de igazából jó idő van most benne, szóval így pólóba is akár el lehet igazából lenni, úgyhogy ez van, gyerekek, a TikTok az nagyon szárnyal, úgyhogy kíváncsian várom ennek az egésznek a végét, hogy mi lesz ebből. Elméletileg amúgy az van, hogy 10 000 feliratkozó után már elindul a bevételszerzés a TikTokon, szóval elméletileg tegnaptól kezdve már keresek is a TikTokkal, de majd meglátjuk. Figyelem az analitikát, ugye az adatokat, kitettem amúgy a PayPal-omat is, ha valaki meghívna egy kávéra, tudjátok, de ezt amúgy ott nagyon nem reklámoztam, de kim van az oldalon a PayPal számom igazából, aztán majd látjuk, hogy mi lesz ebből az egészből. Na hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok és végighallgattatok, szép napot kívánok nektek, és így utólag is, ha nem kívántam volna valakinek, akkor mindenkinek boldog karácsony, gyerekök, sziasztok, peace, béke. Ha hum volt, cöccök.